Már térjünk a hét legfontosabb eseményei után, most térjünk át a Covid-ra. Nagyon régóta nem beszéltünk erről, hogyha megnézik most, hogy milyen görbéink vannak, akkor talán először érdemes nem is az oltottságot nézni, hanem szokás szerint a halálozási számokat. Tehát mindesetre azt látjuk, hogy a halálozás az most már egyetlen nem Magyarországon a legmagasabb. Azt látjuk, hogy olyan mértékben mentek le a napi új COVID-19-es halálozások millió főre esően, hogy ma már nem, hogy a két hullám közötti minimum, amit ezen a görbén, hogyha megnéznek, akkor valamikor február elején volt a két hullám, az a második és harmadik hullám közötti minimum, mintegy 8 halottal millió magyaronként, ami azt jelenti, hogy hát gyakorlatilag 80-as napi halálozásról beszélünk. Most ez az egy alatt van. Tehát most már 10 alatt van a halálozások száma, itt a grafikon szerint legalábbis mindenképpen, tehát látszik, hogy áprilisban tetőzött, április elején, március végén, április elején tetőzött ez a harmadik hullám Magyarországon. Nagyon sokáig mi vezettük a világon a statisztikákat. Minden nap sorban, két hónapig Magyarországon haltak meg a legtöbben Covid-ban. Ma, hála jó Istennek, ez a hullám ez befejeződött, a két hullám közötti szintnek is a töredékére esett vissza a napi halálozások száma. Ezért is nem fogok a közeljövőben újra és újra visszatérni a Covid helyzetére, hiszen ma Magyarországon még mindig vannak halottak, még mindig túl sok, még mindig több, mint kellene, de gyakorlatilag ma már az Európai Unión belül is jól áll Magyarország, hogy más nem mondjak, az én általam figyelt országokból nem csak Paraguay, Uruguay, nem csak Bosznia-Hercegovina, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, hanem bizony Németország, az Egyesült Államok, Szlovénia, Szerbia, Franciaország, Csehország és Olaszország is megelőzi Magyarországot napi halálozások tekintetében. Tehát hál' Istennek Magyarországon ma, például Belgiumhoz hasonlóan alacsony szinten van a halálozások száma. Más országok hasonlóképpen nagyon magas szintről, nagyon mélyre csökkentek, például Észak-Macedónia, ugye nem egy fejlett országról beszélünk, és mégis velünk együtt sikerült lecsökkenteni az ottani halálozásokat is, és hát más nyugati országokban ma kevesebb van. Még amikor a német nagykövetű itt lejárt Hormüzdvásárhelyen néhány héttel ezelőtt, akkor említette, hogy ugyanannyi halott van naponta Magyarországon és Németországban, csak éppen Németország 8-szor akkora. Ez megváltozott az oltásoknak, köszönhetően én meggyőződésem szerint, tehát az oltásoknak köszönhetően ma Magyarországon még fajlagosan is kevesebb halottunk van, mint Németországban. Úgyhogy ehhez szeretettel gratulálok Orbán Viktornak, ilyen is ritkán szokott lenni, de az oltásokat jól kezelték, az egész koronavírus járvány több mint egy éves időszakát viszont az egész világon a legrosszabbul. Az Orbán Viktor által felállított egyetlen mérce a járványkezelésre a halottak száma volt, ez bizony nem túl kedvező, hiszen az egész világon a legrosszabb mutatót értük el. Nos, hogyan értük el, említettem, hogy az oltásokkal. Az oltások számában van egy ciklikusság, érdekes, hogy ha átmegyünk itt a napi 100 főre jutó beadott oltásokat nézzük, akkor ugye Magyarország 1% körül van. Tehát a teljes magyar lakosság 1%-at oltották naponta. Volt egy kis hullámzás ebben az utóbbi időszakban, de április óta ez nagyjából folyamatos volt. Látjuk, hogy olyan országok, mint Izrael, vagy az Egyesült Államok, vagy az Egyesült Királyság, azok megelőztek bennünket korábban. Ma viszont azt látjuk, hogy, vagyis egy jó ideig azt láttuk, hogy nem csak a halottak számában volt világelső Magyarország sajnos, de hál' Istennek az oltások számában is sokáig nálunk volt a világon a legtöbb oltás, amit beadtak adott idő alatt. Egy idő után ezt már csak akkor tudták elérni, amikor Pfizert adtak, és nem kínai, meg orosz vakcinát. Azután azzal tudták elérni, hogy a fiataloknak is elkezdték beadni. Most már ez a szám ez nem csak, hogy alacsonyabb, tehát ma már nem mi adjuk be a legtöbbet naponta, hanem még hiányzik is. Tehát a nemzetközi statisztikákban mi június elejétől kezdve már nem adtunk be adatokat, úgyhogy pillanatilag nem tudjuk, hogy hol állunk. Ha csak elnézzük az előző időszakot, és ha nem csökkent volna, ma már akkor is megelőznek bennünket a következő országok, napi lakosságarányos, tehát nem számít, hogy mekkora egy ország. Kína, Németország, egy pillanat, hát az én szememmel ezt nem tudom kiolvasni, és most kénytelen vagyok egy szemüveges segítséget nézni. Igen, Ausztria, Csehország,
csak hagyom, hogy kiszürkítettem ezt a képet. Franciaország, Svédország, Lengyelország és Horvátország. Ezek az országok mind megelőznek bennünket most napi halálozások tekintetében, napi oltások tekintetében. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy Magyarországon az oltások száma az, ami hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kevés halálozás van ma már. Úgyhogy örülünk ennek, mint magyarok. Mindig örülünk a kormány sikerének, hogyha valamit jól csinál, de mindig kritizálni fogjuk őket, ha valamit lopnak, vagy elég az emberséget követnek el. Nos, Covid-dal kapcsolatban azt a kritikát viszont nem hallgathatjuk el, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokszor elmondtam az ország különböző pontjain, egy-egy beszélgetésben, vagy előadásban, vagy fórumon, hogy azért volt nálunk a legtöbb halott nagyon sokáig, mert Orbán Viktor számára a lopás mindig fontosabb volt, mint a magyar emberek élete. Ez bebizonyította akkor, amikor nem csak, hogy teljesen feleslegesen vett több mint 16 ezer lélegeztetőgépet, azok felett, ami már megvolt és ami elegendő lett volna, hanem mindegyikből 5 millió forinttal többet lopott, mint a szlovének. Úgy, hogy a szlovének ráadásul belebuktak. A fél kormány belebukott ebbe, hogy ők 12,7 millióért vettek lélegeztetőgépet, miközben Orbán ugyanattól a beszállítótól ugyanazt a típust is 17,2 millióért vette, azaz 4,5 millióval többért. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mennyit loptak a szlovének, de hogy a magyarok 4,5 millióval többet loptak, az bizonyos. Szlovéniában a félkormány belebukott, Magyarországon meg semmi nem történt. Magyarországon az a cég, akin keresztül ezeket beszerezték, sok milliárdos hasznot, 10 milliárdos hasznot vett ki most osztalékként. Nincs kétségem a felől, hogy ez a fideszes zsebekbe vándorolt ez a pénz. És akkor itt jön egy sokkal szörnyűbb adatunk is, ez pedig a kínai vakcinára vonatkozik. Miért van az, hogy Magyarország visszaadta a rendkívül hatásos, sokkal hatásosabb, mint a keleti vakcinák, nyugati vakcinákat, sokkal olcsóbb is a nyugati vakcina. Miért adtuk azt vissza, és miért vettünk millió számra a keleti vakcinát, azon belül csak egy rendelés során 5 millió kínai vakcinát? Hát azért, mert egy átlagosan korrupt afrikai ország, Szenegál, az fele annyiért vette meg ezt a vakcinát, mint amennyiért Szijjártóék, ami azt jelenti, hogy ebből kb. 20-25 milliárd forintot lophattak ismét egy stróman cégen keresztül. Nos, az a nagyon szomorú ebben, hogy ez a kínai vakcina egyébként nem csak, hogy 79%-os hatásfokú, mondjuk akár az orosz Sputnik vakcina 91-2%-ához képest, akár a nyugati vakcinák 95%-ához képest. Tehát eleve egy rosszabb vakcinát vettünk. De mivel ez más technológia, más elven működő vakcina, ebben legyüngített vírusok vannak, ehhez egy stabil, robosztus, erős immunrendszer kell, ami ugyebár a 60 év fölötti embereknek nincs meg. Ezért még a kínaiak sem adták be 60 év feletti embereknek ezt a kínai vakcinát. Tudják, hogy melyik országon adták be egyedül 60 év fölött tömegesen ezt a vakcinát? Hát nem kell elmondjam önöknek, mert kitalálták már, Orbán Viktor Magyarországon. Tehát azok kapták ezt a vakcinát, akiknek nagyon nagy eséllyel nem alakít ki védelmet. Tehát akiknek nem alkalmas. Mondom, még a kínaiak se adták a 60 év felettieknek. És akkor itt egy ábra, ez még Hatházi Ákosnak az oldaláról van, de hát önök is tudják, mert nagyon sokan önök közül is 60 év felettiek is kaptak kínai vakcinát. Nos, az összes 60 év felettinek 40%-a kínai vakcinát kapott. Hát nem véletlenül szerveződött egy csoport, amely azt akarja elérni, hogy őket egyesével teszteljék, győződjenek meg róla, hogy kialakult-e a védekezés, a megfelelő védettség, és ha nem, akkor ingyen kaphassanak egy harmadik oltást, úgy, ahogy a kínai vakcinával oltott szerb és Egyesült Arab Emirátusokbeli polgárok is kaptak harmadik dózist, mert szükséges volt. A védettségük érdekében ezeknek az embereknek is kellene adni, ráadásul nem feltétlenül kínaival kellene adni, mert ha már van elég nyugati vakcina is, miért ne kaphatnának ők is harmadik dózist nyugati vakcinával. Szóval nagyon szomorú, hogy míg ez a vakcina, ez egyébként tökéletesen alkalmas, egészséges 60 év alatti embereknek, de 60 év felettieknek nem. Önök láthatják, hogy 60 év felett mindössze 3%-ot oltottak ezzel, 60 év felett viszont 40%-ot. Tehát ez a kormány nem csak, hogy tolvaj, hanem rablógyilkos is. Azok az emberek ugyanis, akik nem védettek, nagyon sokszor majd az életüket kockáztatják a kínai vakcina miatt, az kormány ostobasága miatt. Hát ilyen böszme kormányunk, millió módja lenne a lopásnak, ahogy ezt ők eddig már bemutatták, akár a trafikkal, akár az Eliosos lámpákkal, akár a végrehajtással, akár a hulladéktörvénnyel, most nem sorolom fel, hogy mennyi lopást csináltak már nagy üzemben.
A lélegeztetőgép is ilyen volt, de ebben az esetben nem csak egyszerű lopásról van szó, hanem rablógyilkosságról. Hiszen ezeknek az embereknek nem csak a pénzét vették el, hanem adott esetben akár az életét is. Na ez a legnagyobb az emberség, azt hiszem, amit a világon láttunk mostanában, tehát ez azért egy tényleg óriási gazemberség volt, nem csak lopás, ez gyilkosság is. Úgyhogy ezért nagyon szomorú, és ezért érdeke minden tisztességes magyarnak, sőt a Fidesz szavazóknak és a becstelen rablóknak is érdeke, hogy ezt a kormányt takarítsuk el minél hamarabb, mert az önök életéről van szó. Itt tényleg az önök bőrére megy, életére megy a játék.